Alexnek ugyan fogalma sem volt arról, hogy kitől kapta a labdákat, az ajándékoknak láthatóan nagyon örült. Néhány év múlva a dedikált labdáknak biztosan nagy értéke lesz a számára. Németh Krisztián, az Aliszka Borden tagja is. A Bakalán László barátom ajánlásával kerültünk ide, és próbáltunk segíteni, és olyan dolgokat hozni, amire szükség lehet, úgyhogy nagy örömmel érkeztünk. A város vezetése is elhozta a maga ajándékát az ünnepre. Az elmúlt napokban minden szociális ellátást biztosító intézményt körbe látogatott a város vezetése. Ilyenkor kicsit több időt tudunk szánni mindazokra, akik itt a városban élnek, hogy közvetlenül is találkozhassunk velük, különösen azokra, akik talán egy picit a figyelem szélére kerülnek, gyerekekre, idősekre. Ilyenkor igyekszünk minden intézményünket meglátogatni, óvodákat, idősekkel foglalkozó intézményeket, idős otthonokat, hátrányos helyzetűekkel foglalkozó szervezeteket, mert talán ilyenkor érzékenyebbek is az emberek, és nagyobb igényük van arra, hogy közvetlenül is megérezzék azt, hogy törődnek velük, közvetlenül is megtapasztalják a szeretetet. Az idei karácsonyt megelőzően az önkormányzat közel 500 kiló szaloncukrot adományozott a szociális ellátó intézményeknek. Hágéva azt mondja, a jelenlét sokkal fontosabb volt, mint maga az ajándék.